Úgy tűnik, hogy az elmenő elvisz magával mindent. Szekszárdon az alsóvárosi temetőben koszorúzták meg a 75 éve született író sírját. Baka István bár nem itt élt, mindig is ragaszkodott Szekszárdhoz, műveibe is belesződte azt. Az évforduló kapcsán több programsorozatot is életre hívnak idén. Szeptember 22-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy emlékműsor lesz. Mózer Zoltán ennek a szervezője, és két színész, illetve zenész az, aki megemlékezik itt ez alkalommal. Ugyancsak az ősz programja az a Kárpát-medencei versmondó találkozó, amely két évente rendeződik meg. Ide várják majd az országból és a határon túlról is a versmondókat. De tervben van még egy vármegyeházára szervezett pódiumbeszélgetés is, mely Baka István és a zene kapcsolatáról fog szólni. A 20. század második felének meghatározó költészetét, irodalmát létrehozó alkotó műveit nem könnyű értelmezni. Nagyon nehéz az ő szövege. Nagyon nehezen adja meg magát a bakai szöveg, viszont hihetetlen mélységekig jut el a szöveg és az olvasó általa. Rendkívül szigorú etika az, ami átszövi ezeket a sorokat, és nagyon fontos nekünk itt szekszárdiaknak, hogy ez az irodalom ezer szállal kötődik, kimondva vagy kimondatlanul ehhez a városhoz. A kivételes tehetségű író már gyermekkora óta a könyvek irodalom világában élt. Hamar megtanult több nyelvet is. Jelentős műfordítói tevékenysége által megismerhettünk olyan külföldi műveket is, melyek a kor uralkodó ideológiája miatt nem voltak elérhetőek a nagyközönség számára.